férfi NBA 20. fordulójában SBL Seger Veszprémi KKFT 23-25. Elsőként a vendégcsapat vezetőedzőjét Tombó Csabát kérnének, hogy értékelje a látottat. Üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék gratulálni mindenki a csapatnak, bár kézilabdában nem játszottunk jó meccset, de úgy gondolom, hogy küzdelmes mérkőzés volt. Mindkét csapat nagyon szeretett volna, vagy szeretett volna nyerni. Hát hál' Istennek ebből most mi jöttünk ki jobban. Hát a mérkőzés kép az azt mutatta, hogy jól kezdtük a mérkőzést, vezettünk talán 6-4-re, de fejben kicsit dekoncentráltak voltunk, mert rengeteg helyzetet hagytunk ki, Tibi szépen védett nagyon. Utána az Eger felvette a ritmust, visszajött a mérkőzésbe, talán annak is köszönhető, hogy mi egy kicsit fáradtabbak voltunk, visszahoztuk őket a mérkőzésbe. A második fél időben viszont abszolút az elején nekik állt a zászló, tehát teljesen el voltunk bizonytalanodva. Nem tudtunk mit kezdeni a beállójukkal, illetve a Bernatonisnak az átlövéseivel. És a végén hát hál' Istennek sikerült megfordítani a Borbély Ádám a második fél idő, második fél évben kiválóan szállt be a mérkőzésbe, és ez átlendített minket a holdponton. Talán passzívnál kétszer is betaláltunk, és ez hozta meg a győzelmünket. Köszönjük szépen! Hogyan láttam mindezt a pályára a vendéget játékos a Sondival? Hát azért először is gratulálok én is az Egernek a mérkőzéshez. Az érezhető volt, hogy nagyon motiváltan és jól mentünk bele a mérkőzésbe, de utána jött sajnos egy hullámvölgy, ami nagyon szorossá tette a fél időt, ugye Egál volt. De utána örülök, hogy a meccs végén a védelem összeállt, és kapusvédésekkel végül meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Köszönjük szépen! És akkor az SBS-eket vezető egy Zétó, tehát nem kérném meg, hogy ő is foglalja össze a tapasztalatait. Hát először is gratulálni szeretnék Veszprémnek, mert azt gondolom megérdemelten nyertek. Tény és való, hogy én úgy gondolom, hogy szerencsésebb helyzetben vannak, mert egy színvonalas magyar kupa döntőből jöhettek, ahol még ha fáradtak is, de tényleg játékban vannak, és magas színvonalon játsszák ezt a játékot. Azt gondolom, hogy a mai nap is még, ha nem is játszottuk olyan jól, mert a fáradtság látszott rajtuk, de stabilak voltak. Mi rajtunk pedig ez a 3-7 mérkőzés nélküliség. Tudtuk, hogy nehéz ez, bíztam benne, hogy a mérkőzés folyamán ezen átlendülünk, és bele tudunk jönni. Igazából meg is történt, de ott valamiért mégis a második fél időben hiába vezettünk már 3 góllal. Egyszerűen nagyon megakadt a támadójátékunk, kihagytuk a helyzeteket, tényleg van jó, illetve akkor az ellenfél kapusa. Védekezésben pedig jól dolgoztunk, felkészülten, jól tudtuk a dolgunkat, de mégis mikor már hosszú lenyúlt a védekezés, a végén mindig kaptunk valahogy egy gólt. Tényleg olyan passzívnál olyan gólt kaptunk, állóhelyből betaláltak, olyan pontos lövéseket törtek, jó lövések voltak, tehát nehéz volt hárítani, de ott kaptunk 3-4 ilyen gólt, ami kicsit demoralizáló volt a védelemnek, és úgy kicsit megnyomott minket, ahelyett, hogy mentünk volna előre, és próbáltuk volna kijavítani előre, lőni helyette egy másik gólt. Így a végjátékra nekünk kellett kapaszkodni, menni az eredmény után. Sajnos nem tudtuk legalább egy döntetlenre menteni a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nem is igazából érdemeljük meg, mert nem sikerült kitenni azt az akarást és elszántságot a pályára, amit éreztek a játékosok, hogy kell, de meg akartak is, de nem jött át. Én ezt be tudom annak tényleg ennek a 3-7-nek, hogy egyszerűen kiestünk teljesen a ritmusból. Bízom benne, hogy innentől kicsit visszakerülünk, és tudunk szépen javítani, és a következő mérkőzéseket pedig eredményesebben zárni. Köszönjük szépen, és akkor Balogh Tiborhoz fordulom, itt ahogy jelted meg ezt a mérkőzést. Először is én is szeretnék gratulálni Veszprémnek, megérdemelten győztek. Az eddig egészét állapra készített minket, hogy tényleg nagyon nehéz mérkőzés lesz, mivel tényleg 3 hete nem játszottunk mérkőzést, és talán pihentek voltunk, de mégsem volt bennünk az a folyamatos meccsdömping, ami előtte volt, és nekünk nagyon sikerült az, hogy minden egyes meccsre felkészüljünk, és folyamatosan játszunk a mérkőzéseket. Lehet, hogy látszott is az első fél időben, hogy ezt talán megzavart minket. Úgy gondolom, hogy nem így rögtünk fel az elején erre a mérkőzésre, hogy kellett volna, hiszen elég sok volna elment már az elején a Veszprém. Utána igaz, hogy visszakapaszkodtunk és megfordult a mérkőzés, akkor nagyon jól is játszottunk, de valahogy erről a 3 gólról nem tudtunk ellépni. Én azt gondolom, hogy az volt ott
a kulcs, hogy nem tudtunk gólt lőni sok támadáson keresztül, és mivel nem tudtunk elérni, ezért úgy gondolom, hogy egy félszabot kapott a Veszprém, hogy ezt még megfordíthatja, és valahogy nem jött össze nekünk ez az utolsó 10-15 perc, megfordították, és sajnos ez lett belőle. Köszönjük szépen!